A diplomamentő program célja, hogy elősegítse a támogatottak munkaerőpiaci helyzetének javulását, ugyanis a felsőfokú végzettséggel rendelkezők elhelyezkedési, munkahely megtartási, valamint munkahelyváltoztatási esélyei jelentősen meghaladják a diplomával nem rendelkezők lehetőségeit. Éppen ezért az OFA, vagyis az Országos Foglalkoztatási Alap bejelentette a második diplomamentő program indítását. Volt pénzmaradvány az első programnál elszámolás miatt, de szándék is nyílt volt. Finomítások vannak a diplomamentő kettővel. Egyrészt az, hogy bővült azoknak a nyelvek száma, amelyekre lehet majd jelentkezni. Másrészt kis csoportos foglalkoztatások lesznek, jobban lepróbáljuk fedni az országot. Viszonylag a mamut nyelvintézeteket igyekeztünk korlátozni, hogy egy intézet csak két megyében nyújthatott be pályázatot, és számtalan egyéb technikai rész. Úgy érzem, hogy ez a finom hangolás jól sikerült, mert már jelen pillanatban, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy lehet jelentkezni, csak regisztrálni, nem jelentkezni, mert 24-én tettük ki a honlapra, több mint 2000-en regisztráltak már, tehát nagy az érdeklődés, és úgy látom, hogy ezt a programot majd nyilván ennek a sikerességét követően folytatni kell. Karakó László hozzátette, az első programba közel 10 000-en jelentkeztek, akik közül mintegy 7 000-en sikeresen szereztek nyelvvizsgát és így diplomát is. A második program célcsoportja pedig valamivel több, mint 1300 fő.